Orbán Viktor az újraválasztást követően a hétvégén a parlamentben sok minden más mellett azt mondta, hogy az alapkérdések azok már eldőltek, a választók a vitát lezárták, a kormány politikája a nemzeti együttműködés, egység, európai közép megerősítésére irányul majd, tehát az alapkérdésekről ezentúl nincs vita. Gyurcsány Ferenc a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Átfeltétezem, hogy nem ezt olvassa ki ön az április 6-ai választások eredményéből, mert hogy azonnal a korrupt középszerrel reagáltak erre. Pontosan ide kiket sorolunk? Hát őszintén szólva, a miniszterelnök teljes hódudvarát. Ha van kormány és rendszer, a rendszerváltás óta, amit átítat a korrupció, akkor ez a kormány is, ez a rendszer. Mindig voltak politikusok, akik tisztességtelenek. Lesznek is, itt is, máshol is. A rendszerváltás óta korábban legfeljebb elloptak egy kis földet, egy kis céget. Hát most ellopták a törvényhozást. Az, amiről beszélt előttem Gulyás József, az lényegében ezt tartalmazza. Annak érdekében hozok törvényeket, hogy a saját üzleti köreim érdekében újra rendezzem a piacot. Hát mi ez, ha nem a legmagasabb szinten emelt politikai korrupció? Szerintem ön ezt pontosan tudja, és talán napi szinten még mindig szembesül vele, hogy ha valakikre ráégett, és valakire ráégett az, hogy korrupt kormány, miniszterelnökként egy korrupt kormányzatnak a miniszterelnöke, az pontosan ön, pontosan a szocialista SZDSZ-es kormány. Ahhoz képest, amiről beszélünk, tehát egy Hagyó Miklóshoz, tehát ezekhez az ügyekhez képest, amiről beszélünk, ezek már olyan óriási falatok, és most nem tudom, hogy hol van korrupció és hol nincs korrupció, ezt mindig dönts el a bíróság, de én feltételezem, hogy hogy választópolgárként, állampolgárként, hétköznapi emberként még azt fel tudjuk fogni, hogy 20 millió forint egy Nokia-s dobozba, ami állítólag be nem is fér bele, de az már, hogy 5 milliárd, 10 milliárd, 40 milliárd, akárhány száz milliárd, ezek már olyan összegek, hogy ez már meg se üti az inger küszöböt, hogy ez most korrupció, vagy nem korrupció, ez már a felfoghatatlan kategória. Szóval érdemes elválasztani egymástól a kommunikációt, meg a valóságot. Hát lehet, csak a hétköznapi életünkben nem válik ám ketté. Szóval önnek igaza van, Kopernikusz előtt is azt gondolták, ha jól emlékszem, hogy a nap kering a föld körül. De ezt nem zavarta Kopernikuszt, és azt mondta, hogy ez nem így van. Aztán már mást gondolunk. Szerintem nekünk nem abból kell kiindulni, amikor a hazánkról beszélünk, hogy milyen sokszor igaztalan vádakkal illették a mi politikus társainkat. Egyébként ott zajlik az eljárás. Nagyon sok esetben kiderült, hogy egyébként indokolatlanul tisztességtelen módon gyanúsították, vagy vádolták meg őket. Azt kérdezte tőle, hogy mit gondolok erről a rendszerről. Azt, hogy vele jég romlott. Azt, hogy barbár ez a rendszer. Egyébként meg nézze, minden önkéletörő politikus úgy gondolja, hogy vele kezdődik és vele fejeződik be az élet. Akik politikai rendszereket akarnak teremteni. Eszi, nem kap mást, üzeni nekünk a miniszterelnök. Majd én megmondom, hogy itt miről beszélhetek, hozzáteszem. Biztosan nem véletlen, hogy a köztársasági elnök úr a parlament alakulésén 4 nappal korábban kedden ugyanezt mondta. Azt javasolta, hogy hagyjuk a vitákat, zárjuk le a rendszerváltozást. Nyilván nem lehet elfogadni, hogy mint egy poroszos osztályfőnök megmondja nekünk az államelnök, hogy miről beszélünk és miről nem. Már csak azért sem, mert szerintem épp ellenkező az államelnök feladata. Bátorítani a polgárokat. Ami szerintetek fontos a magyar közügyekben, azt kérdezzétek meg, legyenek javaslataitok. Én egy gyökeresen ellentétes szerep felfogásban szeretném látni az elnököt is, de a miniszterelnököt is. Én most nem arra gondoltam, hogy az ellenzéknek, vagy a szocialistáknak, vagy a DK-nak szóba se szabadna hoznia semmiféle korrupciót, mert úgyis azonnal megkapják, hogy hát ti beszéltek, hát hiszen hagyó, hát hiszen folytathatnám. Csak hogy miközben a Fidesz ügyesen kommunikálta azt, hogy a szocialisták közül bizony sokan korruptak voltak, sőt az egész kabátot ráadták az egész MSZP-re, így ebből a pozícióból eszméletlen nehéz önöknek a korrupcióról beszélni, és ráadásul felfoghatatlan méretű, tehát nekünk felfoghatatlan méretű korrupcióról beszélni, mert hogy ellenkező esetben, amikor önök voltak kormányon, azért sokkal jobban el lehetett magyarázni, hogy mennyi a 20 millió, vagy mennyi a 10 millió, vagy nem
nem tudom, csak most az összeg is már megfoghatatlan. Ugye van egy másik szeret ennek a történetnek, nem tudom mennyit kíván erről beszélni, de egy pillanatra hadd menjek vissza 12 évet. Amikor Medgyessy Péter kormánya hivatalba lépett, akkor a miniszterelnök megbízta Keller Lászlót elszámoltatási ügyekkel. Sok vitát váltott ki, dolgozott a Laci majdnem 2 éven keresztül. Sok mindenre fény derített. Ezüsthajó történetek, Kaja Ibrahim történetek, Salakos ház történetek, nem folytatom. Minden ügyet végül, még vizsgálati szakaszban az ügyészség leállítatott. Én ezt nem akartam elhinni, mikor én következtem Medgyessy Péter után. És arra kértem a rendőrség vezetőit, mutassák már meg nekem ezeket az anyagokat, én belenézhetek hivatalban lévő miniszterelnökként. És higgy el, két szememmel láttam. Folyamatban lévő ügyeket ígéretes állapotban, a bizonyítást be sem fejezve, úgy döntött az ügyészség, hogy nem lehet megcsinálni. Az is Hort Péter ügyészsége volt. Tehát az is hozzátartozik a történethez, hogy a Fidesz nagyon tudatosan használta a hozzá közel álló, tőle személyileg semmiképpen nem független Hort Péter irányítás alatt álló ügyészséget, hogy a politikai ellenfeleket kriminalizálta, a saját biztonságait pedig elfedte. Nincs kétségem, hogy ma is ez történik. Na, csak már itt is vagyunk a DK mai javaslatánál, az uniós korrupciós ügyészség, az pontosan mit jelent? Van egy szuverén ország, egy közösség tagja, van igazságszolgáltatása, rendőrsége, ügyészsége, bírósága, és azt szeretné, hogy valamiféle ügyészségi gyámság alá kerüljön, vagy mit jelent ez az uniós korrupciós ügyészség? Isten ments! Most Angyalföldön voltam egy fórumon. Ott erre rákérdeztek. Mondták, hogy képzeljék el, ha én angyalföldi politikus lennék, és rajta kapnak legyen disznóságon, azt mondaná a 13. keleti rendőrség, hogy arra szeretném kérni az igazságszolgáltatást, hogy ne nekem kelljen eljárni ebben az ügybe, mert hát mi ezért szerint találkoztunk ezzel a politikussal, ez összeférhetetlen. Vizsgálj meg egy másik kerület, vagy a fővárosi rendőrség, és így tovább. Mert hogy tudjuk, hogy ha túl közel a kapcsolat a bűnelkövető meg az igazságszolgáltatás között, akkor nagyon gyorsan nem a bűn keresik, hanem valami más a dolguk. Igen, ám, amikor elérünk a csúcsára ennek a dolognak, kormányzati emberek, vagy kormányzathoz közeli emberek keverednek politikai korrupció gyanújába, akkor annak az ügyészségnek kellene eljárni velük szemben, amely legfőbb ügyészt egyébként a miniszterelnök javaslatára nevezi ki a köztársasági elnök, és hát ott látjuk a VIP-páholyban felcsúton, és ott látjuk a miniszterelnök magán beiktatási vacsoráján, még csak arra sem vigyáz, hogy a látszatot őrizzen. Nem az a természetes, hogy mondjuk azt, hogy nézzék, hát mi vagyunk egy nagyobb politikai közösségnek is a tagja. A nemzeti szinten folyó politikai korrupciót egy szinten feljebb vizsgáljuk meg, mert joga van Európa valamennyi polgárának, hogy a bűn az bűnhődjön, és ne nyerjen meg. De ez egy új intézmény lenne, amiről most beszélnek, vagy az Európolról beszélnek, hogy miről beszélnek? Van most is a tanács előtt egyébként javaslat már egy ügyészi hivatal felállításáról, de az nem politikai korrupciót, hanem például európai fejlesztési forrásokkal kapcsolatos történeteket vizsgálnak. Nem teljesen idegen ez ma már attól, amit mi javaslunk, de igen, azt gondoljuk, hogy mint ahogyan van európai bíróság bizonyos ügyekben, legyen egy európai ügyészség bizonyos típusú politikához köthető korrupciós bűncselekményekre. Vegye át a vádhatóság szerepét a nemzeti vádhatóságtól, ezekben a kérdésekben az európai vádhatóság. Hú, és akkor ehhez kellene egy európai nyomozóhatóság is? Természetesen, hozzáteszem, a rendőrségi szervek, nemzeti rendőrségi szervek együttműködésének lényegesen hosszabb történelme van, és valóban vannak közös intézményeink, nem csak európai, hanem annál szélesebb körben. Ön megjegyezte az Interpolnak a nevét, tehát ott már könnyebb a helyzet, be kell építeni olyan garanciákat, hogy senki ne tudjon bebújni mondjuk Hort Péter szoknyája mögé. Egy évvel ezelőtt Janez Janša, szlovén miniszterelnök, nem tudott számot adni 200 ezer euróról, 60 millió forintról. Egy hónapon nem volt miniszterelnök, most pár hetes a hír, hogy jogerősen 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Azaz, ha működik normálisan az igazságszolgáltatás, akkor egy sor dolog elintézhető lenne nemzeti hatáskörben. Hogy mondta, a nemzeti együttműködés rendszerében úgy tűnik ez nem intézhető el, nincsen Magyarországon
mindenre és mindenkire kiterjedő független igazságszolgáltatás. Említett, hogy angyalföldön volt. Ugyanolyan intenzitással a DK politikusai lakossági fórumokat, országjárást eszközölnek az elmúlt napokban, jelen időben és a jövő időben, május 25-ig, mint az országgyűlési választások előtt? Minden hétfőn Budapest, hasonló intenzitással fórumok, kitelepülések. Minden kettől péntekig, az 4 nap, naponta 2 állomás helyen valamilyen vidéki fórum, holnap, ha jól emlékszem, Szolnok és Debrecen fog következni, és így megy tovább. Nagy megnyugvás, hogy a mieink nem törtek meg ebben a választási vereségben. Ezt látja, hogy nem törtek meg? Érzékelem rajtuk. Nem a szavazókról beszélek. Hát aki eljön a fórumról, nyilván egy aktivista. Most a szavazókra gondoltam. Azokat nem érzékelem. Nekem is nagy talány, hogy mi lesz. Azt remélem, hogy a demokratikus koalíció tényleg jól fog szerepelni, valahogy 5-10% fölött. De még mindig képzelje el, az a tapasztalatom. Ülök egy vidéki város főterén. Oda jön hozzám egy kellemes, idősebb házaspár. Szeretnek, csókolgatnak, gratulálnak, minden jót kívánnak. És hogy reméli, hogy az MSZP-vel minden jó fog történni. Hát mondom, drága, azt mondta, hogy maga engem szeret, hogy maga engem néz állandóan, és oda van, és nem tudja, hogy én már 2,5 éve a demokratikus koalícióban vagyok. Tényleg, Béla, valami, ugye van valami ilyesmi, Béla, hogy elment az elnök úr egy másik párba, és hogy elkezdenek beszélgetni. És ilyenkor le is Attillázzák önt? Nem, tudják, hogy Gyurcsány Ferenc, de azt hiszik, hogy én az MSZP politikusa. Továbbra is nekünk az egyik legnagyobb nehézségünk, hogy megtanítsuk, hogyha azzal ért egyet, amit a Gyurcsány szokott mondani, képviselni, amilyen az ő habitusa, akkor legyen olyan kedves, szavazva a demokratikus koalícióra. Nem tudom, hogy sikerülni fog-e, igyekszem. Most például elmondtam magának 2-szer is a pártok nevét, vagy demokratikus koalíció. Hát ha legalább az ATV nézői megtanulják. Ja, azt hittem, hogy lehet, hogy én megtanulom, de könnyebb helyzetben, mert ide van írva. Gyurcsány Ferenc elnök, demokratikus koalíció. Mindig papírról olvasom, és így nem tévedek el. De egyébként tényleg 2 év után, tehát aki oda megy önhöz, arról azt feltételezem, hogy valamilyen szinten politika fogyasztó, nem csak arcra emlékszik, hogy ezt láttam már valahol a sorozatban, nem, egy másik ember volt, tehát hogy tudja, hogy honnan ismeri ön, és még azok között, vagy azok körében sem tiszta az, hogy akkor külön van az MSZP, külön van a DK, vagy lehet, hogy most megzavarták a választópolgárokat ezzel az összefogással? Még az is lehet. Nincsen elég pénzünk kutatásokra tényleg, szóval olyan párt, mint a miénk, amely nagy szegénységben él, és nagyon vigyázunk minden forintunkra, nem tudunk egy kampányban erre költeni, de az kétségtelen, tavaly nyáron, mikor egyszer megmértük, akkor az derült ki, hogy a választóknak a 99%-a tudja, hogy én ki vagyok, 80%-a hallott valami olyasmiről, hogy valami demokratikus, vagy demokrata, valami párt van, tehát viszonylag magas, hogy a 2 az összeér, mert hogy a Gyurcsány ennek az elnöke, csak 20% tudta. Akkor csináltunk tavaly nyáron nagy erőfeszítéssel az első plakátkampányunkat. Nagyon egyszerű volt a plakát, az én arcom, meg a pártomnak a neve. És azért csináljuk most is az európai parlamenti választásokon ugyanezt a kampányt, viszonylag kevés szöveggel, Európa szerintünk jobban teljesít, érdemes oda tartozni, nagy demokratikus koalíció szöveg, nagy Gyurcsány kép, lehetnék rajta helyesebb is, de hát így sikerült. Nem a Photoshopban a baj, hanem biztosan velem. A Photoshop az csodákra képes. Orbánnal még sose keverték? Csak ilyen gyors, ösztönös bekiabálással, és a kisgyerekek sokszor. Nem, most ezt én próbáltam abszolút. Kicsit vicces lenni, de összekeverték már Orbán Viktorral. Sokszor. Gyertek, fiúk, lányok, itt van az Orbán! Te hülye, az nem az Orbán, az a Gyurcsány, nem ommá, láttam a tévében, összevesznek rá, tehát kiderítik többségi szavazással, hogy az Orbán vagy a Gyurcsány. Nyilván a neveket már tudják, még nem tudatos fogyasztók, ránéznek a tévére. Mennyire kisgyerekek? Hát 13-14 éves gyerekek között ez rendszeresen előfordul, hogy orbánoznak. Hogy mondjam, de jó, nem akarok ezzel sokat viccelni. A szituáció miatt nem mondom, hogy nagy szégyen, mert hogy nem tudatosan mondják. Nem, és közben én a saját feladatom, a munkámon gondolkodom, hogy hát így biztos sok értelme van. Köszönöm szépen. Én köszönöm önnek.